nagyszerű lehetőséget kapott 36 gyermek. Az OTP Bozsik Bajnokok programnak köszönhetően Telkiben magyar sztárokkal együtt futballozhattak. A mentorok között volt a Ferencváros ezüstcipős legendája Nyilasi Tibor, valamint három jelenlegi labdarúgónk, Bognár István, Kera Zoltán és Fenyvesi Evelin is. Utóbbi jelenléte bátorító volt a kiválasztott lányok számára. Persze ők is ismerik Juhász Rolandot, Király Gábor, de szerintem örültek neki, hogy van egy lány is. Ahogy én is nagyon örülök, hogy ennyi lány jelentkezett és ennyi lány be tudtak válogatni, hisz igazából az én szerepem az igazából erre irányul, hogy minél több lány jelentkezzen. A pályán cicázással és büntetőlövéssel melegítettek a fiatalok, majd következett a két kapus játék. A meccs után pedig az öltözőbe is bepillanthattunk. Szerencsénk volt. Igen, nem vagyunk. Nem vagyunk jobban. Nem voltunk jobb. Na jó, cím. Jó voltunk. És te mint irányító, hogy érezted magad? Betartották az a játékos társaidat, amit kértél? Te hova küldtél engem? Mutasd, merre? Hát, hogy fogjam arra, az embereket. Arra, hogy menjek arra, igaz? Hogyan, arra mentem, a Zoli bátyádat meg arra küldted, igaz? Igen. Mindenhol. Nagyon jó. Hogy az ember. A gyerekek között mindig jó. Most meg különösen isteni volt. Hát itt egy nagy gyerek is, itt van. Igen, a Zoli. Jó volt. Vagabond kisrácok voltak. És itt a legbátrabb a Jóci az első perctől kezdve. Itt úgy szállt be, ahogy kell. De a többiekre is átragadt. Szóval aranyosak, bátrak voltak, ügyesek voltak. Most egy kicsit elfáradtak, de ebben után föltámadni. Mit szeretnétek elérni a fociban? Hol szeretnétek majd játszani? Hát, nagy csapatokba szeretnék eljutni, NB1-be például, és onnan feljebb. Ez a célom. Hát az NB1-be szeretnék feljutni, onnan még a magyar válogatottba, lehet akkor még külföldre is. Fradi mennyire szerepel az álmok között? Fradi, hát első számú célpontom az NB1-be, oda szeretnék a legjobban. Nekem is a Fradi a kedvenc csapatom, oda szeretnék majd feljutni. Milyen poszton szeretnél majd játszani? Középpályás. Miért vagy középpályás? Hát azért, mert ott előre tudok futni, meg vissza is tudok. Úgyhogy tudok segíteni a csatároknak is, meg a védőknek is. Narancssárga csapat azért eléggé fradis lett ugye a mentorok tekintetében. Próbáljátok jó irányba terelgetni a srácokat? Igen, kérdezte a Gárcsak is a srácokat, hogy ki a fradi szurkoló. Elég sokan felrakták a kezüket, úgyhogy próbálgatjuk ilyen terelgetni őket. De hát vannak itt azért más szimpatizánsok is, de nincs ezzel semmi probléma. Ez a futball tényleg mindenki szereti. A program a telki felkészüléssel még nem ér véget. A kiválasztott gyermekek május 31-én a Magyar Kupa finálé előtt a Grupama arénában vívnak kelet-nyugat mérkőzést. Szerintem ennél nem kell több, főleg úgy, hogy a Magyar Kupa előtt, a döntő előtt lesz ez a mérkőzés, úgyhogy szerintem ez egy nagy élmény lesz a számukra, maga a mérkőzés is, és hát a Magyar Kupa is. Remélem, hogy mi ott leszünk, és leszokunk az örömre kétszer is. Ha erkölcsre szeretnéd nevelni őket, ha erőt akarsz adni nekik az élethez, ha az egyetértés az, amiben hiszel, akkor támogasd adót 1%-ával az Albert Alapítványt. 1% 1 cél 1000 tehetség.